Ezekben a percekben nyílt meg Zalaegerszegen a 13. sajtófotó kiállítás. A szervezők amatőr fotókat is vártak, amelyekből a legjobban sikerült alkotásokat ki is állították. Frauenhofer Márta jelentkezik a helyszínről. Köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Ezekben a percekben adták át a díjakat azoknak az amatőr alkotóknak, akik idén is pályáztak a 13. sajtófotó kiállításra, és a zsűrinek elnyerte tetszését az ő képük. Ezzel pedig meg is nyílt a kiállítás, hamarosan tárlatvezetés kezdődik, és ebben segít nekünk Katona Tibor, aki itt áll mellettem, az egyik alkotója és résztvevője ennek a kiállításnak. Tibor, milyen múltra tekint vissza a sajtófotó kiállítás, és gondoltátok-e volna 13 évvel ezelőtt, hogy ilyen sokat fog megélni ez a tárlat? 2010-ben jött az ötlet, hogy kellene a városba megmutatni azt, amit a sajtófotósok készítenek egész évben, és hát igazából akkor így ez nem merült fel, hogy ezek ilyen hosszú időtartamra nézhetünk majd vissza ennek a... Tehát ez a 13 év, ez most így visszanézve rengeteg idő és rengeteg jó képet jelent. Most itt a Hevesi Sándor Színház előterében láthatók az alkotások, de nem volt ez mindig így, hiszen azért voltak nehézségek az elmúlt időszakban, gondolok itt a pandémiára. Igen, az elmúlt két évben, hát 2010-ben itt kezdtünk a színházban, és az elmúlt két évben kiszorultunk a színházból, kicsit bizonytalanná vált a lét, hogy itt most bejöhetünk-e, nem jöhetünk be, és igazából a városnak a fő utcáján, a Kossuth Lajos utcának az üzleteiben, kirakataiban voltak a kiállítások, amit szerintem egy újdonság volt, egy nagyon jó kezdeményezés volt, de szerettünk volna visszajönni ide a színházba, és ez most sikerült. És nagyon sokan eljöttek már az első napon, hogy megtekintsék a fotókat, több mint 150 fotó látható itt. Igen, ez köszönhető annak is, hogy nem csak miattunk jönnek el a nézők, vagy akik a képeket szeretnék megnézni, hanem 9 évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy szeretnénk kibővíteni ezt a kiállítást. Nem csak a saját képeinket szeretnénk megmutatni, hanem szeretnénk lehetőséget adni olyan fotósoknak is, akik Zalaegerszegen alkotnak, vagy zalaegerszegi jellegű alkotásaik vannak, és ez most már a 9. év, amikor pályázhatnak a fotósok, úgymond, idézőjelbe teszem az amatőröket, és nagy sikere van ezeknek a képeknek is, és ezért is vannak ilyen sokan ezeken a kiállításokon. Ha valaki betéved ide az utcáról, és mondjuk éppen nem zalaegerszegi, akkor azt állapíthatja meg a fotókat látva, hogy nagyon nagy a sportélet itt a városban, és nagyon nagy a fesztivál élet. Így volt ez 2022-ben? Igen, hát ugye visszatért a fesztivál, és gyakorlatilag én is részese lehettem a nyáron ezeknek a fesztivál elemeknek, és végig fotózhattam, de a két kollégám is, a Seres Péter is, és a vezető Umberto is olyan képeket szeret készíteni, amik vidámak, amik megmutatják a városnak a fiatalságát, az életét, és azt gondolom, hogy egyre olyanabb képek is kerülnek ide a külsős úgymond a külsős kollégáktól, az idézőjelbe tett amatőröktől, ami nagyon színessé teszi az egész kiállítást minden évben. Katona Tibornak nagyon szépen köszönöm, kedves nézők, most adtunk egy kis ízelítőt ebből a sajtófotó kiállításból innen Zalaegerszegről, de hogyha kíváncsiak lennének, akkor április 29-ig megtekinthetők az alkotások a Hevesi Sándor Színházban. Frauenhofer Márta, köszönjük szépen!